Itt a Consuelo. Küldjenek segítséget. Vétel. Isla Grande, hallanak? Itt a Consuelo. Ismétlem. Küldjenek segítséget. Itt a Consuelo. Orvosra van szükségünk. Ismétlem. Orvosra van szükségünk. Vétel. Ismétlem. Küldjenek segítséget. Hall engem valaki? Gyerünk, válaszolj. Kérem, valaki. Antonio. Antonio, elkezdődött. Nem tudom, mit csináljak. Nézd, ezt a kórházban szerettem volna odaadni. A tiéd. Minden szeretetem benne van. Antonio. Köszönöm. Nagyon szép. Nagyon szeretlek. Gyerünk, drágám, tarts ki! Tudom, hogy menni fog. Ez az, lélegezz. Jól van. Meg tudom csinálni. Lélegezz mélyet. Tarts ki, drágám! Nahuel és a varázskönyv. Gyerünk, Nahuel. Menni fog. Ez csak egy csónak. Semmi baj. Lassan, egyik láb a másik után. Gyerünk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Hé! Ne nézz így rám! Igaz. Tényleg nem a legerősebb próbálkozásom volt. Jaj, az öböl! Elfelejtettem! Apa nagyon mérges lesz! Hé, hey, Nahuel! Nézzenek oda! Hát kit látnak szemeim? Kafunao! Roru! Hello! Miben mesterkedik a kis Nahuel, ha? Hé, hey, az az én táskám! Ne csináld, ne! Ne! A füzetem! Hé, hey, Kafunao! Mit szólnál, ha magunkkal vinnénk Nahuelt a csónakra? Mi? Csónak? Nem tudom, Roru. Egy ilyen nyápicot
Kösz, srácok. De most nem lehet. El kell mennem. El kell. Félsz a tengertől, kicsi Nahuel? Megmondtam, Roro. Ez egy nyápic. Mi a baj, Nahuel? Megijedtél a szirénáktól? Vagy a varázslóktól? Vagy a szellemhajóktól, mint Roro? Hé, ezzel ne viccelj! A nagybátyám egy szellemhajón tűnt el. A nagybátyád lelépett, mert a fél falunak tartozott. Á, igen? Az én apám legalább nem a bárban ücsörög egész álló nap. Hé, problémáid vannak. Mellesleg az anyád is ott szokott lenni. Idióta! Anya pici fia! Hová mész, Nahuel? Ne, ne! Engedjetek el, fiú! Ne hidd, hogy megúszod a csónakázást, kis nyápic! Ne, fiú, kérlek! Ne, a tengert ne! Ne, engedjetek gyere el, gyere vissza, te törpe! Aki fél a tengertől, az egy gyávanyúl! Mi van, kicsi Nahuel? Miért félsz ennyire a tengertől? Aki fél a tengertől, kérlek, az egy fiúk, gyávanyúl! Kérlek, fiúk, hagyjatok! Ne, engedjetek el! Hagyjatok, kérlek! Mondtam, hogy nem akarom! Várj csak, amíg a kezeim közel! Kerülsz! Véged van, Nahuel! Véged van! Véged van! Apa! Jöttem, amint tudtam! Elkéstél. Már annyit sem kérek, hogy felszállj a hajóra a rakodáshoz. Csak hogy ne késsel. Tényleg olyan nehéz ez? De apa, az úgy olyan volt, hogy... Olyan nehéz ez? Nem, apa. Vegyél tojást, mielőtt iskolába mész. Most fogtuk a rákot, kiváló minőség! Friss az alma! Rákot tessék, finom a friss rák! Friss az alma! Jó napot, Simón úr! Egy tucat tojást kérek! Már is adom, Nahuel! Nahuel! Pszt! Kicsi Nahuel! Nézd csak! Hoztak mentát és kamillát a gyomorra, meg csigonyálkenőcsöt is. Jót tesz a bőrnek. Én már ki is próbáltam, ugye látszik? Igen, Hilda asszony. Van füstölőm is, és expeditus talizmánom. Nézd csak meg! Ez itt csodákra képes. Csodákat? És egy tucat tojás a fiatalembernek. Köszönöm. Parancsoljon. Hilda asszony... Nincs véletlen valamilyen félelemre? Félelemre? Az a boszorkányok dolga. Asszonyom, asszonyom! Most jött Kamilla és Menta. Jó az emésztésre, jöjjön csak, nézd! Ki a... Te? Gyere vissza, nyápic! Nahuel! Gyere, Roro! De a krumplém! Elnézést! Ne fussál, gyávanyúl! Elnézést! Gyere vissza! Elnézést! Nahuel! Jössz nekem egy gyekölyök! Nézz a lábad elé, kisfiú! Nahuel! Ne! Jaj, a tojások!
Megérezted rajtam a hal illatot, ugye, cica? Hé! A kulcsom! Gyere ide, kis cica! Cic, gyere ide! Jaj, nem igaz! Már csak ez hiányzott. Várj! A múlt század boszorkányai. Főzetek és pálytalok. Szirének, fekete mágia. Mi lehet ez a hely? Rossz cica vagy. A mágiáról és boszorkányságról szóló könyvek között ez a leges, legértékesebb, amit valaha írtak. Az eredete nem ismert, csak a címe a Leviszter. Képes arra, hogy páratlan hatalmat biztosítson a birtokosának, amivel a sötétség minden testvérénél hatalmasabb lesz. Nincs kétség, a Leviszter felébresztette a bennük élő rosszat, és a határtalan hatalomvágy hihetetlen pusztítást hozott maga után. Ez az oka annak, hogy kiválasztottunk egy őrzőt. Egy varázslót, aki annak szenteli az életét, hogy a könyvet a helyén tartsa, egy olyan helyen, ami biztos védelmet nyújt, varázslat által. Boszorkányok tanácsa, 1948 év, augusztus.
bátorság, bűbáj. Ki van ott? Azt kérdeztem, ki van ott? Hallom, hogy ott vagy. Nem vagyok siket. Utoljára kérdezem. Ki merészel engedély nélkül belépni az őrzőházába? Nehogy azt hitt, hogy attól még, hogy öreg és vak vagyok, nem tudlak megtalálni. Utoljára figyelmeztetlek, varázsló. A varázslatom megtalál, és végez veled. Már mások is megpróbálták, és mind csúfos kudarcot vallottak. Semmi? Halszag. Szevicse, hát te vagy a szépségem. Szóval te vagy az a csibész, aki ilyen hangosan csörömpölt, igaz, kicsikém? Ennyi. Csak azt nem értem, honnan szerezhettél halat? Nem mondd, hogy már megint dobtad valahonnan. Rossz, rossz cica. Kalkumester. Rejkén! Valami baj történt, ugye? Meséld el szépen. A könyvről van szó. A Leviszterről? Mi van vele? Megtört a védőbűbáj. Már nincs a helyén az őrzőházában. Ez hogy történhetett? Egy gyerek ellopta a Levisztert. Egy gyerek! Hát persze! Látom magam előtt, ahogy egy egyszerű kisgyerek meglóg az öreg őrző és az ostoba varázsló ellenes bűvájai elől. Gondolom, utána riasztottál pár madarat, hogy kövessék a kiskölyök nyomát. Igen, kalkumester. Nagyon jó. Nagyon jó. Látod, Rejkén? A szerencse ezúttal rám mosolygott. Végre valahára a Leviszter visszakerül egy olyan ember kezébe, aki nem fél kihasználni a teljes erejét. Én leszek a leghatalmasabb varázsló.
szívből gratulálunk a győztes csapatnak, és reméljük, a nemzetközi fordulóban is ilyen sikereket aratnak. Következik az időjárás jelentés. Az ország északi részein szeles idő várható. 10 fok körüli hőmérséklet. Nahuel! A középső régió... Elárulnád, hol jártál ilyen sokáig? Apa, nem fogod elhinni, hogy mi történt. Elég a kifogásokból. De apa... Ide figyelj, Nahuel. Először nem segítettél az öbölben. A halászatról nem is beszélve. Aztán a tanárod aggódva hív, hogy nem voltál ma iskolában. Ráadásul ilyen későn jössz haza. Kezd elegem lenni a húzásaidból, Nahuel. Legalább tojást hoztál? Nem. De apa, ha hagynád, hogy elmondjam. Elég! Már nem tudom, mihez kezdjek veled. Már nem bírom tovább a gondodat viselni. Talán egy időre Elvira nénéthez és az unokatestvéredhez költözhetnél Puerto Montba. Mi? Puerto Mont? De múltkor a fiúk órákra bezártak a fürdőbe! Sajnálom, Nahuel. Nem hagytál más választást. Ne csináld ezt, apa! Kérlek! Felelősségteljesebb leszek, esküszöm! Egy szót se többet. Most menj a szobádba. A Levister. Az átlagnál gyorsabb növekedéshez Creu e urgadab. Nőj meg nagyra, ezt parancsolom. Uf kabalák misáldún. Többé nem vagy az, aki voltál. Creu e urgadab. Óriás leszel a tömegben. Uf kabalák misáldún. És az árnyékod a tízszeresére nő. Ah! A zajongásból. Menj aludni. Jó, apa. Jó éjszakát. A Levister működik. Bátorság, Bűbáj. Hogy elfelejtsd a félelmeket és a fóbiákat egy teljes napra. Ez az... Ez lesz a megoldás! Én megcsináltam. Nahuel, minden rendben? Megsérülhettél volna. Mit keresel itt? Gondolkoztam a tegnapi beszélgetésünkön, és igazad volt, apa. Szóval úgy gondoltam, hogy eljövök veled halászni. Úgyhogy már nem kell elküldened Elvira nénihez. Jó. Akkor segíts rendbe rakni a köteleket. És soha többet ne ugrálj fel így a hajóra. Parancsára, kapitány!
Ügyes matróz voltál ma, Nahuel. Csak baj, nem tönkretetted a kabint. Hozzál nekem egy kávét, fiam. Igen, apa. Ha? Köszönöm. Apa, anya ment veled régen halászni. Időnként. És milyen volt anya? Hát, ő olyan... Apa. Ideje munkához látni. Hát ez a madár. Mit csinál ilyen messze a parttól? Nahuel, vedd fel a mentő mellényed. Jobb, ha mozgásban maradunk. Húzd fel a horgonyt! Áh, menjetek innen! Apa, nem működnek a vezérlők! Hadd segítsek! Nem működik. Mi ez? Húzom kézzel a horgonyt. Te menj be a kabinba és hívd a parti őrséget. Oké, apa.
Ne ülj fel ilyen gyorsan. Frészia, hozd a gyógynövényeket. Feküdj csak vissza, fiúcska. Idd meg ezt, amíg még meleg. Jót fog tenni. Mégis hol vagyok? A titkos szigetem vagy, fiam. Az én nevem Huencsúr, gyógyító vagyok. Egy boszorkány? Igen, de nem kell félned. Jó boszorkány vagyok. Ő pedig itt a tanoncom, Frészia. Téged hogy hívnak? Nahuel vagyok. Alig emlékszem valamire. Mi történt? A hajódat megtámadta egy varázsló, Nahuel. Ráadásul egy nagyon nagy hatalmú. Hajótörést szenvedtél, és az ár ide sodort téged a szigetre. Nagy szerencséd volt, fiacskám. De mondd csak, volt veled még valaki? Apa! Az apukám! Hol van az apukám? Csak téged találtunk meg a parton. Nahuel, figyelj rám! Szerintem az apukád még életben van, de nagyon nagy bajban lehet. A varázslóknál gyakran előfordul, hogy túlszulejtik a hajó törötteket a saját ördögi céljaikra. A könyv miatt volt, ugye? A varázsló egyetlen célja, hogy megszerezze a Levistert. Ez egy nagyon erős könyv, amire sok varázsló vágyik. Nem lett volna szabad elhoznom. Minden az én hibám. Azonnal el kell indulnom. Megkeresem apát. Lassan a testtel! Ez a sziget más, mint amiket ismersz, és nem tudhatod, milyen veszélyek lesnek rád az éjszakában. Előbb pihenj egy kicsit, és utána kitalálunk valamit. Madarak! Frészia, a másik ablakhoz! Huencsúr, mondd meg, hol találom a varázslót, és ott győzzem le. Fogalmam sincs, hol bujkál, és nem fogod tudni legyőzni, kicsim. Huencsúr, kérlek, segíts! Az apukám! Az apukám! A boszorkányok nagyon erős lények, de emellett túlságosan nagyra vágyóak is. És neked van valamid, amire nagyon vágynak. Ha van is egy kis esély arra, hogy visszakapod az apukádat, jól figyelj rám, Nahuel! Nem engedheted, hogy a Levister az ő kezükbe kerüljön. Frészia! Frészia! Gyere, kérlek, ide! Kísérd el, kérlek, Nahuelt! Keresd meg az erdőben azt a helyet, amiről meséltem. Gyógyító, tudom, hogy itt rejtőzik a fiú. Ne vesztegessük egymás idejét, csak mondd meg, hol találom. Ez egy csurrokó. Egy boszorkány segéd. Nem tudom, miről beszélsz, de örülnék, ha visszahívnád a madaraidat. Tönkre teszik a kedves kis otthonomat. Fújjatok el arra. Ne ellenkezd, gyógyító! Most azonnal add át a Levistert! Akkor egyszerűsítsük le. A könyv. Vagy meghalsz. Gyerekek, fussatok! Gyere, Nahuel, ne maradj le!
Ezt még megbánod, gyógyító! Nem, surrogó! Te fogod megbánni, hogy egyszer is betetted a lábad a házamba! Remélem, ez elég lesz. Köszönöm, Nahuel. Ebből már tudunk tüzet csinálni. Ezek mik? Ezek mágikus tűzkövek. Ajándék Huench úrtól. Wow! Megpróbálhatom. Jó. De óvatosan, mert... Oh! Ez egy kucsi villó, egy mi? Fúss! A könyv! Megőrültél? Ezek a szörnyek nagyon veszélyesek. Egy kutya, ami beszél. Most futottál bele egy 200 kilós kucsi viluba, és egy beszélő kutyán lepődsz meg. Fura egy kölyök vagy te. Ruende vagy, ugye? Ruende, az elvarázsolt kutya. Jobban mondva, elátkozott kutya. Hallottam a történetedet. Egy boszorkány megtámadott téged és a mennyasszonyodat. Próbáltad megvédeni, de már késő volt. Aznap éjjel elvesztetted az emberi alakodat és életed szerelmét. Valahogy úgy. Kálku. Kálkunak hívják. Őt keresitek. Az egyetlen sötét varázsló, aki ezen a szigeten jár. Kálku. Várj, kérlek! Miért tudsz rólunk ennyi mindent? Most mentette meg az életünket. Szerintem bízhatunk benne. Ki akarod szabadítani az apád, én pedig megtörni az átkomat. Mindkettőnknek van pár befejezetlen ügye ezzel a gonosz varázslóval. Szóval mit mondasz? Szeretnél egy új társat? Hé, Nahuel. Nézd Ruendit. Már nem is olyan veszélyes, igaz? Igen. Még sétálni is levinném. Megvakarnám a pocakját. Próbáld meg, és egy karral kevesebb. Na, aludjatok már. Holnap hosszú út áll előttünk. Móka mestere. Nahuel.
Kérdezhetek tőled valamit, ha nem túl tolakodó? Igen, persze. A Levister miért van nálad? Mire kell? Azt hiszem, bizonyítani akartam apának. Bizonyítani? Igen. Meg akartam mutatni, hogy fel tudok szállni egy hajóra, és halász leszek, mint ő. Tegnapig ez még soha nem sikerült. Az a helyzet, hogy nagyon félek a tengertől. Arra használtam volna a könyvet, hogy megoldja a problémát. De az ellenkezője történt. Tudod, Nahuel, én a sötétségtől féltem. Nagyon. Azt hittem, sosem győzöm le ezt a félelmet. De Huancs úr segített. Bíztatott, hogy szép lassan szembenézzek vele. Elmondta, hogy a sötétség legyőzéséhez elég, ha csak egy kis fényt gyújtunk. Szerencsés vagy. Huancs úr biztosan nagyon szeret. Biztos vagyok benne, hogy apukád is nagyon szeret téged. És hogy hamarosan megtaláljuk. Remélem, Frissia. Nagyon remélem. Nahuel! Hey, valaki! Nyissátok ki! Hey, engedjetek ki! Meg kell találnom a fiamat! Hey! Hey! Nézzenek oda, kébredt fel, és milyen hangosan. Nézd, nem tudom, hogy ki vagy, vagy hogy miért tartasz itt, de most muszáj elmennem. Fogalmam sincs, merre lehet a fiam. Meg kell találnom. Csend legyen! Ne hidd, hogy nekem élvezetes hallgatni, ahogy a tolvaj fiad után sírsz. El kell ismernem, értékelem az igyekezetet, de azt tanácsolom, hogy tartogasd az erődet egy másik alkalomra. Most inkább helyezd magad kényelembe. Én pedig addig kitalálom, hogy mihez is kezdjek veled. Engedj ki! Meg kell találnom a fiamat! Nahuel! Frissia! Huh? Frissia!
Alicia! Hogy te mennyire megnőttél! Ha, már biztos nem emlékszel rám. Elszaino vagyok. Sok-sok évvel ezelőtt balesetet szenvedtem, és Huencsúr gyógyított meg. Mesélj csak, Frészia, hogy van az öreg gyógyító, mi? Jól. Örülök. Jól van, gyerekek? Mit tehetek, értetek? Kákú varázslót keressük. Meg kell találnunk. Hé, jól figyeljetek! Nem is akarom tudni, hogy miért kerestek egy olyan varázslót, mint Kalku. De nem kérdezgethettek róla ennyire nyíltan. Elijesztitek a vendégeimet. Ráadásul, ami azt illeti, nem is tudom, hogy hol van. A varázsló elrabolta a fiú apját. És nekem tartozik valamivel. Uram, kérem, az apám miatt. Nem segítesz, Elszaino. Rendben. Maradjatok estére, és segítsetek a fogadóban. Navigátorok és mindenféle lények jönnek ide a szigetvilág minden sarkából. Kérdezzetek körbe, beszélgessetek az emberekkel, hát ha valaki tud valamit. De ne felejtsétek, legyetek óvatosak. Psst! Nahuel! Megtudtál valamit? Még semmit. És te? Én sem. Mindenki megijed, ha meghallja a boszorkány nevét. Hé, hey, kislány! Hol van már a vacsorám? Megyek már! Nem hagyjuk fel. Valaki biztos tud segíteni. Elkísérem. Nem bízom bennük. Hé, hey, fiú! Gyere, segíts egy kicsit! A sarokban ülő férfinak lesz. Ő Trauco. Egy veszélyes remete, aki az erdőben él. Ha valaki tud valamit a varázslóról és a bűbályokról, az ő lesz. Egészségére, uram! Elvesztettél valamit? Nem, uram. Csak... Akkor menj már! Mire vársz? Elnézést, uram. Csak Kákú varázslóval kapcsolatban kérdeznék. Tudja, hol találom? Mégis miért akarod tudni? Hogy szembeszálljak vele, és kiszabadítsam az apukám. Bocsánat a reakcióért, de ennél viccesebb dolgot még soha életemben nem hallottam. Képzeljétek, ez a gyerek idejött, és megkérdezte tőlem, hogy hol találja Kalku varázslót. Mert szembe akar szállni vele. Ne nevessenek! Majd meglátják, megtalálom a varázslót, és kiszabadítom az apát! Elárulod, hogy mégis hogy tervezted ezt, kölyök? Ezzel a két karnak nevezett pálcikával, amik a vállatból lógnak ki? Nahuel, várj! Eszel! Úristen, ez tényleg az? Nálad van a varázskönyv. Szóval Kalkut keresett, kölyök. Csodálom a bátorságod. Te más vagy, mint ez a rakás vadállat, és úgy nevezett tengerész. Ne hagyd, hogy az ostoba gúnyolódásuk befolyásoljon téged. Ha tudod, hol találom, kérlek, mondd el. Ó, persze, hogy elmondom. De csak akkor, ha először válaszolsz pár találós kérdésemre.
Egy kihívás? Pontosan, kicsi halász. Látom, nem csak bátor fiú vagy, hanem éleseszű is. Hogyha nyersz, elmondom, hol találod a varázslót. De ha veszítesz, nekem adod a könyvet. Ne csináld, Nahuel, ez egy csaló, egy álnok démon. Akkor hát mit mondasz, kisfiú? Elfogadom. Rendben. Hölgyek, urak, elfogadta a kihívást. Akkor kezdjük is. Felteszek három találós kérdést. Ha legalább kettőt helyesen megválaszolsz, te nyersz. Máskülönben pedig én. Világos? Nagyon jó. A saját utamat járom, de nem a saját lábam visz. Fejjel lefelé látom a világot. Az orrom mutatja az irányt is. Ki vagyok? A saját utamat járom, de nem a saját. Úgy tűnik, ez sokkal könnyebb lesz, mint gondoltam. Ha, tudom már, egy csónak. Nagyon jó, nagyon jó. Gondoltam, hogy menni fog. Akkor most már ténylegesen elkezdődhet a játék. Időnként elvesztem a fejem, és kérdéseket suttogok a sötét éjszakába. A csillagokba burkolom testem, de hiába dobom, leleplem. Nem láthatsz meg, mint hiába. Ki vagyok? Gyerünk, kölyök, nem érek rá egész este. Mi a válaszod? Mi lehet? Gyerünk! Nagyon könnyű feladványt adtam neked. Tényleg nem látod? Én... nem. Én vagyok a válasz. Csoncson. Ez nem igazság, most találtad ki. Senki sem tudta volna. Ki mondta, hogy könnyű lesz, kisfiú? Jól van, kölyök, jön az utolsó. Ha nem tudod a választ, a Levister az enyém lesz. De ha nyerek, el kell mondanod, hol van Kálkú. Szörnynek s embernek velem szembeszállni kár is. Hajlong előttem tölgy, a fűz, a rózsa és a narcisz. Millió ezüst láncsát viszek magammal. Sziklákat borogatok végtelen haraggal. És ha forró lángjaim átszelik az eget, bömbölésemben mindenki beleremeg. Nagyon nehéz. Gondolkozom. Sziklákat borogatok végtelen. Még 10 másodpercet kapsz. Gondold át, kicsi halász. És a forró lángjaim átszelik az eget, bömbölésembe mindenki beleremeg. 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 Lejárt az idő. Mi a válaszod? A vihar. Nagyon jó, Nahuel! Ügyes voltál, kölyök. De Kálkú ellen a szerencsénél jóval többre lesz szükséged. Ne aggódj a szerencsém miatt, démon. És most tartsd a szavad.
Menj a remény kikötőjébe, és ha a tengerpartján állsz. A távolban egy világító tornyot látsz, és a torony tetején egy varázslót találsz. De ne bízd el magad, kölyök. Végtére a Leviszterrel is. Csak egy egyszerű halász maradsz. Éljen a fiú, aki legyőzte a híres szemfényvesztőt, Csoncsont! Éljen! Leviszter! Nincs nálam! Ellopták! De... ki csinálna ilyet? Treuco volt, Frészia. Biztos, hogy ő volt a tolvaj. Biztos vagy benne? Nem lehet, hogy csak lent hagytad. Igen, biztos! Vissza kell szereznünk a könyvet! Várj, Nahuel! Menj egyenesen 2 kilométert. Ez az egyetlen kunyhó a környéken. Köszönök mindent! Nahuel! Nahuel! Mit csinálsz? Visszaszerzem a Levisztert! Várj, Nahuel! Mi van, ha mégsem Traukó volt az? Várj már! Ha? Várj! Azt érzem, hogy Kálkó valami szörnyűségre készül. El kellene indulnunk a toronyhoz. Már nem csak az apukádról van szó. Mindnyájan veszélyben vagyunk. Sajnálom, Frészia. De ha ki akarom szabadítani apát, szükségem van a könyvre. Emlékezz, mit mondott a démon. Kálkó egy másik szigeten van, és ismered a helyzetemet. A bátorság bűbáj nélkül nem fog menni. Minél hamarabb vissza kell szereznem a könyvet. Hé, várj, Nahuel! Ebből még baj lesz. Vele kéne mennünk. Nem. Menj vele, te. És naplementére legyetek ott a remény kikötőjében. Itt kell lenni a Levisternek, Ruende. Ez biztos.
Nahuel. Indulnunk kéne, most. De még nem találtam meg. Mit kerestek itt, betolakodók? Menjetek innen! Előbb add vissza, amit elloptál! De meg miről beszélsz? Nézd körül, látsz itt bármi értékeset? Elég a hazugságokból! Este betörtél hozzám, és elloptad a Levistert! Tessék, itt a bizonyíték! Megtaláltad! Tegnap este elvesztettem az ünnepség alatt. Mellesleg nem lenne túl ügyes tolvaj, aki bizonyítékot hagy a büntet helyszínén, nem gondolod? Igazat mondott. A kendőnek más illata van, mint a remetének. Butaság volt körbe mutogatni a könyvet a fogadóban, kölyök. De akkor... ki lopta el a Levistert? A ház ajándéka. Tudod, hogy nem ezért vagyok itt. Igen. Feltételezem, ezt keresed, uram. Végre az enyém. Akkor ez azt jelenti, hogy a fenyegetésed, hogy elátkozod a fogadómat, már a múlté? Elátkozni a nyomorult fogadódat? Ó, nem fogadós. Ennél sokkal nagyra törőbb terveim vannak. Várj. Mit akarsz vele csinálni? Most mit csináljak? Sose látom újra apát. Egyedül maradok. Már csak ez hiányzott. Először beállít ide, hogy kutakodjon a dolgaim között, mint a patkányok. Most meg bőgni kezd itt nekem, mint egy csecsemő. De mit várunk egy gyáva, szerencsétlen kisgyerektől? Ne haragudj, Treoko. Azt hittem, te vagy a tolvaj. Igazod lehet. Tényleg csak egy dáva, szerencsétlen kisgyerek vagyok. Kölyök. Ne is figyelj rám! Nincs veled semmi baj. De mondd csak, miért ennyire fontos neked ez a könyv? A bátorság bűbáj nélkül, ami a varázskönyvben van. Még egy csónakba sem tudok beszállni. És nem tudok eljutni Kákú szigetére. Hogy kiszabadítsam az apukámat? Bűbáj kell ahhoz, hogy be tudj szállni egy csónakba. Nagyon félek a tengertől. Kölyök! Ahonnan én jövök, van egy mondásunk a félelemről. Ouch! Így szól.
Ne várd meg, hogy ő találjon meg téged. Az egyetlen módja, hogy felülkerekedj a félelmeden, ha te keresed meg őt. És bizony, neked is pontosan ezt kell majd csinálnod. Vedd már el, kölyök, elfárad a karom! Gyerünk, Nahuel, nincs vesztenivalód. Most pedig lazíts, és engedd el magad. Ürítsd ki az elmét, és hagyd, hogy a hangok mutassák az utadat. A megoldás a problémádra. Utazz. Utazz. Félelem nélkül. Szeretem ezeket a reggeleket. A nap, a tenger zúgása. Gyönyörű, nem gondolod? De tényleg nagyon szép. Bár csak több időnk lenne együtt. De ideje indulni, Nahuel. Indulni? Hová? Természetesen megkeresni apádat. Apád? Várj! Gyere, szállj be mellém a csónakba, Nahuel! Ne! Gyerünk, Nahuel! Antonio már nagyon vár ránk. Ne! Nincs semmi baj. Nem kell félned. Nem. Nem megy. Nem megy. Nahuel! Nem megy. Nem megy. Nem megy. Nahuel, figyelj rám. Meg tudod csinálni. Bátor és csodálatos kisfiú vagy. Mindig az én drága kicsi fiam leszel. Anya! Már olyan messzire eljutottál, Nahuel. Nagyon-nagyon büszke vagyok rád. És mostantól már mindig tudni fogod, hogy nem vagy egyedül, fiam. Soha nem is voltál. Én mindig vigyáztam rád. Most mennem kell, Nahuel. Apádnak szüksége van rád, és mindenki másnak is. Menni fog. Menni fog.
igazad volt. Nem Treukónál van a könyv. Sajnálom, már nem számít. De igenis számít. Azt mondtad, valami rossz fog történni. Mi volt az? Álmomban láttam, Nahuel. A varázsló felébreszti a tengeristenét, és eláraszt mindent. Indulnunk kell most rögtön. Készen állsz. Ez a hely? Egy bálna halászhajó. Tökéletes hely egy varázslófészek számára. Kálku. Senki nem megy sehova. Ruende! Menj már! Mi ezt elintézzük Ruendével.
vagyok. Nahuel! Apa? Te nem a fiam vagy. Apa! Én vagyok az Nahuel! A fiam belefulladt a tengerbe! De apa, én vagyok az! A fiam Te nem lehetsz a fiam! Apa! Apa! A fiam belefulladt a tengerbe! Apa, Te nem lehetsz a fiam! A fiam belefulladt a tengerbe! Te nem lehetsz a fiam! Apa, kérlek, térj magadhoz! A fiam belefulladt a tengerbe! Antonio! Consuelo! Nahuel! Fiam! Apa! Én vagyok az! Nahuel! Nahuel! Azt hittem, örökre elveszítettelek. A varázsló azt mondta, vízbe fulladtál. De mégis jól vagy. Mégis jól vagy. Istenem, de boldog vagyok. Apa, az én hibám. Tettem valamit, amit nem kellett volna. Minden miattam történt. Úgy sajnálom. Nem, fiam. Ha valaki itt hibázott, az én vagyok. Sajnálom, hogy nem tudtam jobb apád lenni. Nagyon szeretlek, fiam. El kell tűnnünk innen, Nahuel. Még nem mehetünk el. A varázsló el akar pusztítani mindent. Meg kell állítanunk! Hogy mi? Nem. Nem hagyom, hogy veszélybe sodord magad. Megyünk. Apa! Ez most az én felelősségem. Én okoztam ezt. Nekem kell helyrehozni. Barám lefkán ú bará. Ó, hatalmas kájkáj kígyú! Elég! Nem akarok kárt tenni benned. Keresd meg Nahuelt, én majd ezt elintézem. Hatalmas kájkáj kígyó.
pikkelyeid vízcseppek, csontjaid sóból, fészíszed, lilakken, Janubá. Ó, nagy uram, ébredj fel örök álmodból, bújj elő mélységes mély barlangodból. Add vissza a könyvet, Kálku! A halász és a tolvaj kisfia. Vissza akarod venni tőlem a könyvet, kisfiú? Akkor gyere, és vedd csak el! Emelkedj magasra, a hegyek fölé! Engedj szabadjára a tenger haragját! Apa! Hová indultál, halász? Apa! Apa! Nahuel! Apa! Ne, 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 ne! Apa! Állj a megidéződ szolgálatába! Nas barám, lefkánú barám! Feszíszed, lilakken, Janubá! Most már hozzám tartozok. Végre! Most már engem szolgálsz, és most gyerünk! Mutasd meg az erőt! Kálku! Mi ez? Tegyél le! A Levister! És a varázslat! Mit csináltál? Mit csináltál? Raikén, válaszolj, kérlek! Raikén! 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 Eres szerkőjök! Elég már! Kekály! Én ébresztettelek fel! Most már az én parancsaimat követed! Kápu! Azt hitted, van esélyed velem szemben? Ostoba! Pont olyan idegesítő vagy, mint az apád! És most úgy is fogod végezni, mint ő! Mi? Gyógyító! Nahuel! Nahuel! Frisia! Mi volt a terved, gyógyító? Hogy legyőzöl? Néhány kis szikrával? Fenséges vacsora leszel a tengeristenemnek! Nahuel! Frisia! Frisia!
A fény! Nem tudom megcsinálni! Nem megy! A szemem! Hogy merészeled? Frézia! Noel! Ne, a könyv! A könyv! Foglak! Frézia! Frézia! Meg kell őt mentenem! Nahuel, várj! Nahuel! Nahuel! Nahuel. Nahuel! Papa! Oh, kérlek, soha többé ne ijesz rám így. Nem fogok. Köszönöm. Tehát, ő volt a tenger istene. Nem tűnt gonosznak. Indulunk, apa? Hé, végre megvagytok!
Ruende? Hello! Ruende! De örülök! Magyar hangok. Rostás Ábel, Hegedűs Johanna, Mészáros András, Jakab Csaba, Egressy Tamás, Ágoston Péter, Csonka Anikó, Bácskai János, Rosta Sándor, Zakariás Éva, Varga Lili, Maszlak Bálint, Kelemen Noel, Farkas Zita, Láng Balázs, Kajtár Róbert. További magyar hangok. Sipka Gábor, Weigert Viktor, Geri Tamás, Balda Balázs, Juhai Bence, Umbrát László, Szabó Szása, Lescsán Lusza, Kékesdi Réka, Kevicki Szilvia. Magyar szöveg Olá Petra. Hangmérnök és vágó Zakar Sándor. Gyártásvezető Gémesi Krisztina. Szinkronrendező Derzsi Csilla. A szinkront az HBO megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara.